Ezzel a témával a napokban a Híradóban fogunk még foglalkozni, és most más. Eddig 15 ezeren jelentkeztek az államilag támogatott második szakképzésre, de a héten szerdáig a jelentkezési határidőig ez a szám még tovább növekedhet. Bárki belekezdhet a tanulásba, nem kizáró ok, még a diploma sem. A szakképzésben eddig is a legfőbb cél volt a gyakorlati idő emelése mellett a duális szakképzésben való részvétel növelése, azaz minél több diák teljesítse a gyakorlati időt cégnél vagy gazdasági szervezeteknél. Már az eddigi gyakorlat is azt bizonyította, hogy a tanulószerződéses diákok nagyobb arányban el tudnak helyezkedni szakmájukban. A kamarának a célja, hogy 2018-ra 70%-ban tudjuk kihelyezni a tanulókat a munkaerőpiacra. Ez egy hosszú távú elképzelés, ehhez az is szükséges, hogy minél több gazdálkodó szervezetet tudjuk bevonni ebbe a rendszerbe, minél többen vállalják fel a gyakorlati képzést. Ehhez az állam hozzáteszi a jogszabályi rendszert, illetve jó normatívákat biztosít számukra, tehát biztos vagyok benne, hogy megéri a tanulóképzéssel foglalkozni, másrészt pedig a saját munkavállaló tud majd magának kitermelni. A szakképzések a helyi szakképzési centrumok irányítása alá tartozó intézményekben érhetők el. A szakképzési centrumok ez év július 1-én jöttek létre átfogó feladatkörrel. A Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába került köznevelési intézmények országos szinten 44 centrumba szerveződtek. A szakképző iskolai rendszer hatékonyabb és eredményesebb munkája érdekében alakult át a rendszer, és ezáltal szorosabbá válhat az intézmények közötti kapcsolat is. Mindemellett a gazdasági igények változásait is könnyebben és rugalmasabban követhetik a képzőhelyek. Gurbáné Pap Mária főigazgatóasszony a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Ugye, amikor a Nyíregyházi Szakképzési Centrum megalakult, akkor önt tudtuk köszönteni itt a stúdióban, és tudott beszélni arról, hogy milyen feladatkörrel rendelkezik és fog rendelkezni a szakképzési centrum. Most egy nagyon aktuális témában hívtuk vendégül, mégpedig szerdáig lehet jelentkezni a második szakképzésre, hogyha már valakinek van egyfajta szakképzése, nem kell, hogy abba hagyja a tanulást, ez egy újfajta lehetőség, és azt lehetett olvasni, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élnek ezzel a lehetőséggel. Így van, a szeptember 1-én módosított szakképzési törvény egy nagyon jó lehetőséget nyújt mindenki számára, azt, hogy a második szakképesítést is ingyen megszerezheti. Én úgy gondolom, hogy a Nyíregyházi Szakképzési Centrum nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ezt propagálja, és köszönöm szépen önöknek is, hiszen itt is lehettem. Úgy gondolom, hogy nem volt eredménytelen ez a munka. A centrumhoz tartozó 10 iskola minden olyan szakképesítés esetében meghirdette felnőtt oktatás keretében a szakképesítés indítását, ahol megvoltak a személyi és a tárgyi feltételeink, és úgy gondolom, hogy az a 800 jelenkező, akik jelentkeztek az intézményeinkben, az bizonyítják, hogy ez nem volt eredménytelen. Ezt a iskolatípust azoknak ajánljuk, akik már dolgoznak, rendelkeznek valamilyen szakképesítéssel, vagy esetleg diplomával, munkanélküliek, és hát én nagyon sok gazdálkodónak elmondom, ha találkozom velük, és a Kereskedelmi és Iparkamarának volt egy ilyen fórum, amit láthattunk a bejátszásban, ahol a gazdálkodókkal beszélgetve a kamarával közösen elmondtuk azt, hogy gyakorlatilag számukra is egy nagyon jó lehetőség ez, hiszen a saját dolgozóját is beiskolázhatja. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt oktatás keretében nappali, esti és levelező munkarendben tanulhatnak ezek az emberek, és ha a vállalkozó végig gondolja a gazdálkodó szervezet, hogy esetleg neki stratégiailag milyen szakképesítéssel rendelkező szakemberekre lesz szükség az elkövetkezendő időben, akkor akár a saját dolgozóját is beiskolázhatja, és ez a két jogviszony nem üti egymást, tehát ő nyugodtan lehet munkaviszonyba, és őt köthet vele akár tanulószerződést is, és aki ezzel kapcsolatosan bemegy a Kereskedelmi és Iparkamarába, akkor nagyon részletes tájékoztatást kaphat, hiszen én nem szeretnék belemenni ebbe, hiszen a gazdálkodó szervezet és a tanuló köti a tanulószerződést, a kamara ellenjegyzi, de tudom, hogy segítik ebben, és akkor megszerez egy szakképesítést, mindannyian jó járnak, hiszen a tanulószerződéssel járó juttatásokat megkapja a tanuló, a gazdálkodó igénybe tudja venni
ehhez a hozzájárulást, és akkor ez egy nagyszerű dolog lehet. Tehát szakképesítést lehet szerezni, vagy szakmát lehet tanulni. Ugye én is gondolkodtam itt az elején, mert nem tudni még most, hogy mi lesz a jellemzőbb, az, hogy valaki a munkahelyi pozícióját meg szeretné erősíteni, és ezért tovább képzi magát, vagy pedig egy egészen más a szakmát tanul meg. Ez nagyon érdekes. Mi most a kampány során biztosítottuk a lehetőséget, hogy reggeltől estig ügyelet volt az iskolában, illetve a szakképzési centrumban, és nagyon érdekes dolgokról számoltak be. Tehát volt, aki hobbiként szerezte volna, vagy szeretné megszerezni mondjuk nőkre jellemző, vagy női szabók szakképesítést, vagy éppen a cukrászt, és voltak olyanok, és nagyon sokan ez meglepő volt, ahol a szülő kereste a gyereknek a lehetőséget, tehát nyilván voltak olyanok, akik eddig nem tudtak elhelyezkedni, és abban bíznak, hogy egy másik szakképesítéssel, vagy egy diploma után szerzett szakképesítéssel jobban el fognak tudni helyezkedni. Voltak olyanok is, ahol gazdálkodók, tehát például cukrászok azt mondták, hogy ők nem a kicsiket, tehát a 8. osztály után szerzett szakképesítéssel rendelkező tanulót szeretnének fölvenni, hanem esetleg a dolgozójukat szeretnék, ha eddig csak mondjuk kisegítőként dolgozott ott náluk, de szerezze meg a cukrász szakképesítését, tehát jellemzően igaz többféle forma is. Ugye az egész szakképzésnek az átalakítása azt a célt szolgálja, hogy egyre több diáknak vagy tanulónak, de akár felnőtt embernek is ismét vonzó legyen szakmát tanulni. Ön szerint hová, merre halad ez az irány, jól halad-e ez az irány? A szakképzési centrumok azzal a célral jöttek létre, hogy a helyi, a kis régió, tehát most a mi szempontunkban Nyíregyháza és környékén munkaerőpiaci igényeit elégítsük ki. Tehát ne olyan szakmunkásokat képezzünk, szakembereket képezzünk, akik munkanélküliek lesznek, hanem valós igény. Én nagyon remélem, hogy találkozik ez a kettő, tehát hogy segítenek nekünk felmérni ezeket az igényeket. Mi megkerestük, és szeretnénk is eljutni minden gazdálkodó kis és középvállalkozáshoz, multikhoz, és felajánlani a segítségünket, hogy mi azért jöttünk létre, hogy iskolarendszerű oktatásban, felnőtt oktatásban és felnőtt képzésben is teljesen felhasználva nagyon gazdaságosan azt a humán erőforrást és infrastruktúrát, ami itt a 10 intézményben van, valós igényeknek megfelelő képzést folytassunk. Úgyhogy hiszem azt, hogy ez így lesz, és nagyon fontos, hogy megszerettetni a szakmát. Tehát most épp azon dolgozunk, hogy kinyitni az iskolai tanműhelyeket, bejöjjenek az iskolába, hogy a gyerek leülhessen, kipróbálhassa, és hát ígéretet kaptunk a gazdálkodó szervezetektől, hogy ők is hasonlóképpen segítenek majd nekünk, hogy megszerettessünk egy-egy szakmát. És hát erre például, hogy a kereskedelmi iparkamara is folytat ilyen tevékenységet is velük közösen, pályorientációs, pályaválasztási kiállítások, munkahelyi központ nem sokára szervezi most épp októberben ezt, tehát megszerettetni a szakmát, és visszahozni valahogy a becsületét a kétkezi szakmunkásnak, szakembernek. És hát a szakmai oldalát az pedig a következő időszakban fogják kidolgozni a szakemberek a szakképzési centrumban is, hiszen elő fogják készíteni a 2016-17-es tanévet, amikor megalakulnak a szakközépiskolák, szakgimnáziumok. Nagyon szépen köszönjük, főigazgató asszony, hogy itt járt nálunk, és vissza fogunk erre a témára térni. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.